Magyar Színház lengyel színpadon, Transmissziók Fesztivál a függöny mögül. Férfi szabó, női ruhák, látványvarrodában jártunk. Kőfaragás a 21. században, a kihaló mesterség reneszánsza. Köszöntöm a debreceni színképek nézőit. A kulisszák mögött mennyire van nehéz dolga a színészeknek idegen nyelvű közönség előtt? Hogyan alakítják a díszletet, ha másik színpadon kell berendezni? És egyáltalán miért jó külföldön játszani? Stábunk elkísérte az első Transmissziók Nemzetközi Művészeti Fesztiválra a Csokonai Színház stábját. Rzeszów Lengyelország egyik legnagyobb városa, több mint 200 000 élnek itt. Van egy nemzetközi reptere, két egyeteme és pezsgő kulturális élete. Nem véletlen, hogy itt rendezik meg először a Transmissziók Fesztivált. Nincs olyan helyi, aki ne tudna a fesztiválról. A színház épületén jól láthatóan ki van írva, de egyébként az egész városban felhívják rá a figyelmet. Mutatjuk! Itt is! Még itt is! És itt is! A Transmissziók Fesztivál egy művészeteket és nemzeteket, ezáltal művészeket és közönséget összehozó fesztivál. A szombatesti megnyitón a házigazda lengyel, a cseh, a litván, a szlovák, az ukrán színházigazgatók és Gemza Péter a Csokonai Színház első embere. Egybehangzóan azt mondták, a legfontosabb, hogy a régió színházi jövőjét dinamizálják. Alapvetően a színházak a bázis intézmények, tehát a színházakon keresztül alakulnak ezek a kapcsolatok, de ami a művészeknek a legfontosabb ebben, az, hogy olyan kapcsolatok alakulnak ki, olyan énekesekkel ismerkedünk meg, olyan szerzőkkel, olyan rendezőkkel, akik hosszú távon egyfajta ilyen csere kapcsolatként így dinamizálhatják nálunk is a művészeti életet. Minden nap más nemzeté volt. Először a házigazdák mutatkoztak be. A Rzeszowi Társulat munkája Gemza Péter számára is nagyon érdekes. Engem a lengyel színház az, ami a leginkább izgat. Tehát, hogy valahogy az onnan jönnek olyan impulzusok, onnan, tehát a drámairodalom, a rendezőknek a munkája, tehát azt érzem, hogy ott van egy annyira erős pezsgés, zeneileg is nagyon fontos alkotók van. Tehát, hogy így, ezek ilyen impressziók, de tényleg azt érzem, hogy a lengyel színház, mondjuk engem, ami leginkább izgat. Persze mindenhol megtaláltam már, hogy mi az, ami úgy speciálisan egy kicsit fontosabb. Előadásokat utaztatni nem könnyű feladat. Az egyik legnehezebb, hogy a díszleteket adott színpadra tervezik. Most itt a háttérben az történik, hogy megpróbáljuk azt a díszletet, ami a debreceni végkamarába lett készítve, bepasszírozni ebbe a térbe, ami egy jóval keskenyebb tér. És akkor ez mindig feladatokat ró a háttérmunkásokra is, akik most éppen a színpadon láthatóan küszködnek azzal, hogy mit hova tegyenek. Az, hogy egy más térbe kerül a díszlet, a színészek dolgát is megnehezíti. A szövegen kívül konkrétan koreográfiájuk van. És itt, ami eddig például 3 lépés volt, az lehet, hogy csak 1. Igazából a hely eléggé meghatározza úgymond a játékot is. Mindig Naszladi Éva profin átrendezni a dolgot az adott helyre. Igazából ritkán játsszuk az előadást, tehát mindig újból rá kell hangolódni, és újra jól át kell venni, és be kell próbálni.
elmúlt 10 óra, de a munka, hát az itt még javában zajlik. Éppen a Júlia párbeszéd a szerelemről című darabnak rendezik a díszletét, és ellenőrzik a világítást. Nézzük meg, hogyan zajlik. A Csokonai Színház műszaki stábjából körülbelül 40-en utaztak el Lengyelországba. Őket láthatjuk most éppen dolgozni. Mert is van, tehát hogyha itt mászkál, akkor még ide is. A stáb már szombat délután megérkezett, hogy előkészítsék a terepet a próbákhoz. Kifejezetten olyan embereket, kollégákat hozunk, akik az előadás kapcsán így, vagy az előadás létrehozásában részt vesznek. Általában technikusok a műszaki részről, akik világítással foglalkoznak, hangosítással, hangtechnikával, színpadtechnikával, jelmezzel, fodrászok, maszk, smink. Itt van lámpa, és így. Lámpa? Aha. A sarokból kérik. Van lámpa, nincs ez a lámpa. A szakkifejezések fordításával egy jó tolmácsnak is meggyűlik a baja, de természetesen a végén minden a helyére került. Most még miénk az egész filharmónia, hiszen senki nincs a nézőtéren, ez még ugyanis az operának a próbája, kicsit belátni a zenekari árokba. Meg azt is láthatjuk, hogy még mindenki civilben van, pedig egy óra múlva kezdődik az előadás. Megmutatjuk kívülről is az épületet. A fesztiválnak több helyszíne is volt. Ez a filharmónia. Na, de vissza a próbára. A művészeknek, és itt a szereplőkön kívül ugye a zenészekről is szó van, tényleg csak egy órájuk volt a próbára, közvetlenül az előadás előtt. És ugye még el is kell készülni. A női öltözőben nagy a sürgésforgás. De Nagy Kira a kapkodás közepette is meglátja a pozitívumot. Nekem nagyon jót tett, mert beénekelni viszont nem volt lehetőség, úgyhogy a próba alatt beénekeltünk. De ez egy olyan darab, amit öröm énekelni, tényleg bármikor. Nagyon-nagyon jó énekelni. Amíg a Csokonai Színház társulata próbált, addig a hajdúsok már közönség előtt a város főterén léptek fel. A hajdúsok a legszebb ruháikat hozták el ide Lengyelországba, és a legjobb tudásukat. A csapat egyik fele a színpadon, a többiek pedig most készülnek. Reméljük, nem hátráltatjuk őket, de azért megkérdezzük, mit hoztak ide. Mit hoztatok? Mivel léptek fel? Mit hoztatok a lengyel közönségnek? Nagyon sok mindent, hogy minél sok színűbbek legyünk, és hogy minél többet mutassunk meg a magyar kultúrából, egészen a Rábaköztől, egészen a Székelyföldig. Minden megtalálható benne, férfi táncok, páros táncok, régi típusú táncok, forgósak, csárdások, minden. Különböző táncokat különböző viseletekben kell járni. Ebben a pörgésben viszont nem olyan egyszerű átöltözni, de egy jó csapatban minden könnyen megy. Most Rábaközi táncoltunk. Igazából a viselet inkább hasonlít a Rábaközihez, mivel a gyors öltözés miatt kisvirágos hoztunk mindannyian. Na, és akkor nézzük meg, hogy fogadta a színházi előadásokat a közönség. Láttam még egy kutyát is! Az árokparton feküdt és figyelt, szép hegyes fülei voltak, és mintha csodálkozva nézett volna rám. A Júlia párbeszéd a szerelemről című monodrámában Ráckevei Annát láthatta a lengyel közönség. A magyar nyelvű előadásokat lengyelül feliratozták a nézők számára. Nagyon izgultam, és hát tudom, pontosan tudom, hogy a nézőktől ez milyen erőfeszítést és munkát igényel, hogy valamennyire megértve a dolgot tudjanak velem jönni. Remélem, hogy megfogta a lengyel közönséget is, mert a szöveg magában olyan költői és olyan drámai, hogy ha csak azt olvassák el, szerintem akkor is vittek magukkal haza egy különleges élményt. Szabó Magda egyik legismertebb és talán legsikeresebb regényének színpadi adaptációja is bemutatkozott a Transmissziók Fesztiválon. A vastagból ítélve a közönség odáig volt érte. Nagyon sok aspektusa volt. Most át kell gondolnom, de egyébként nagyon megéri megnézni. Ez a fesztivál sokat ad, és ez a magyar előadás pedig nagyon tanulságos. Itt vagyunk minden nap, holnap is jövünk.
fogalmazott ez az anya-lánya páros. Azért ilyen sikeres a világban ez a regény, és szerintem az előadás is erről szól, mert nagyon sok rétege van. Olyan sok mindenről szól, és annyi titka is marad, és van is, amit meg kell fejteni, amit nem lehet megfejteni. Hát csak úgy egy párat így kiemelek belőle, hogy például szól arról, hogy az értelmiség és az egyszerű ember viszonya, akkor szól arról, hogy tisztesség, becsület, hogy méltóságos halál, méltó halál, ha van olyan, vagy milyen a jó halál. De szól ugye a lélekajtókról is, amik belül megnyílnak vagy sem. Észisz és Galatea történetére az angol nyelvű barokk operára is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Ez az előadás is célba ért a lengyel közönségnél. A fesztiválnak pont ez az egyik legfontosabb missziója, hogy mi, nézők, megismerjük a körülöttünk lévő, de határon túli színházi és művészeti világot. A művészet az egy állandó keresés, állandó felfedezés területe, és számomra nagyon érdekes, hogy mi az, amit a lengyel közönségnek meg tudnak mutatni a magyar művészek. Tehát mit talál egy lengyel néző a magyar művészetben? Ez egy rejtély, ez mindig keresés, újdonságok, új megnyilvánulási formák felé, és én, mint néző, szintén kíváncsi vagyok rá, hogy a magyar művészek mit rejtenek előttünk, és mit tudnak megmutatni. A Transmissziók Fesztivál egyébként még augusztus 31-ig tart. Minden évben máshol rendezik meg. A tervek szerint a cseh, litván, lengyel, szlovák és ukrán társulatok és művészek 2023-ban érkeznek Debrecenbe. Ides Üssa figurásra címmel tartott augusztus utolsó vasárnapján évadnyitó kapunyitogatót a Vojtina Bábszínház. A 25 éves társulat különleges bemutatókkal, valamint országosan egyedülálló színház és művészetpedagógiai programjával is várja a gyerekeket és családokat az új évadban. Fabók Marcsi a Székelyasszony és az Ördög című meséjével kezdődött a debreceni Vojtinában az évadnyitó családi nap. A 25 éves Bábszínházban az elmúlt 2,5 évtizedben már 150 bemutatót láthatott a több százezer néző. Már nemzedékek nőttek fel az előadásainkon, és olyan jó érzés ez, amikor úgy jön be valaki, hogy mosolyog, és jaj, de jó, és már hozom a gyerekemet, az unokámat, és jaj, Istenem, és emlékeztek rá, amikor ezt láttuk, meg azt csináltátok, és akkor beszélgetünk a régen született előadásokról. A Pimpári és a Vakvarjucska című meséből is kaptak a gyerekek játékos ízelítőt az évadnyitón. A Vojtina ebben az évadban összesen 5 új bemutatóval készül, meg persze meglepetésekkel is. Lesznek vendégeink, a Góbirita társulatot várjuk egy csecsemő táncszínház nevelési előadással az ősz folyamán, de az Európa Táncszínház is játszik nálunk 2 előadást, és szeretnénk egy olyan interaktív játékot a közönségünkkel, ami egy kicsit a közönséget ebbe a 25 évbe és egyáltalán a színház csinálás folyamatába avatja be. Ami változatlan, hogy folytatják színház és művészet pedagógiai programjukat, amely legfontosabb célja a gyerekek kreatív nevelése. Ennek a szabadsága benne van a színházban, de tudok benne beszélgetni, tudok benne táncolni, tudok benne vizuálisan alkotni, akkor miért ne használjuk a tereinket arra, hogy a gyermek is hagyja itt nekünk nyomot, egy-egy fonal megfonását, megszövését. Tehát nem megtanítani akarunk nekik műfajokat, hanem szabadon hagyni tereket, amiben ő kipróbálhatja önmagát. Az iskolai rajz vagy éppen irodalom órákkal szemben itt minden gyerek, még a legkisebbek is játék közben bonthatják majd ki tehetségüket. Nincsenek központi fókuszkérdéseink, nincs irányított tevékenység benne, nincs előre megszabva a szabályok adva a kezébe vagy a kis fülébe, hogy azt tedd, hogy arra szeretnélek kérni, hogy fejezd be.
nem, hanem vannak felületek, elindított gesztusok, egy-egy olyan vonal, vagy egy-egy nagyon szép fehér papír és kirakva mellé egy-két eszköz, a gyerek már felfedezi, hogy azzal valamit lehet csinálni. A Vojtina Báb Színház jubileumi évadának első bemutatója szeptember 23-án lesz, akkor a Heltai Jenő fabulái nyomán írt egy Rókáról és egy Farkasról című előadást nézhetik meg kicsik és nagyok. Maradunk a színháznál, vagyis kettőnél. Vendégem a Páholy Lakás Színház produkciós vezetője és a Zeneteátrum művészeti vezetője Vég Veronika. Szia, köszöntelek itt nálunk. 30 bemutatóval készültök most az évadra. Milyen műfajokra fogtok majd ezen belül is koncentrálni? Tehát nyitottunk most több előadástípus felé, mert annyira a közönségünk annyira szerte ágazó, és olyan sok minden iránt érdeklődnek, hogy ugye így kénytelenek voltunk, de nagy örömmel. Tehát idén beindítjuk a könyvszínháza sorozatunkat, mert befogadjuk az írókat, költőket és a személyes felolvasó esteket, vagy ami nagyon izgalmas, a kortárs darab, könyvekből született darabokat, vagy most nagyon divatosak a különböző levelezések. És ugye ezzel is kezdünk, most Trill Zsoltot és Balsai Mónit várjuk szeptember 16-án, és ők Polterán és Mésző Miklós levelezéséből csináltak egy nagyon izgalmas feldolgozást, úgyhogy velük kezdünk. Mellette, szeptember 16-án, hogy tudják a nézők is. És mellette pedig nagyon nagy az igény a minőségi szórakoztató darabokra. És Magyarországon létrejött egy színház, DEC Színház néven, Budapesten, ahol stand-uposok, olyan nagyon izgalmas karakterszínészek, meg egy bizonyos színésztípus egy másik oldaláról ismerhetjük meg, tehát nem is gondolnánk, látjuk őket komolyan szerepekre, hogy milyen humoruk van, és ők kortárs drámaírók műveit állítják színpadra. Nagyon nagy siker volt a Férfiak szexuális világa, tehát már szerintem a címben benne van, 2 óra alatt elfogytak rá a jegyek, ugye ezzel kezdtük, utána jött a Fürdő szaknév sorra, amikor a szolgáltató szektort mutatták be egy olyan szempontból, hogy egy másfél órán keresztül végig kacagtuk az előadást. Tehát az egyik nézők... Rekeszizmat és arcizmat megpróbáló másfél óra. Fel kell rá készülni. Az egyik néző fel is kiáltott, hogy így nem bírok már röhögni, fáj a szám. Tehát, és nekik van egy sorozatuk, úgyhogy őket is meghívtuk. Sokszor utalsz vissza a nézőkre, a közönségre, és hát a lakás a nevetekben az egy olyan kis intimebb közegre is utal. Ennek megfelelően mennyire hagytok teret, mennyire engeditek magatokat befolyásolni a közönség által, akkor, amikor ugye különböző műfajokban és előadásokban gondolkoztok? Hát abszolút figyelembe veszük őket, mert sokszor a nézők ajánlanak, vagy hallottak róla, és akkor, hogy nem hoznánk, nem hívnánk el-e. Vagy pedig láttak valamit Pesten, és akkor ajánlják nekünk. Úgyhogy mi nekünk, meg ugye az elsődleges a néző, ők a mindenünk. Tehát néző nélkül nincs színház, és ugye az elsődleges szempont, hogy az ő igényeiket szolgáljuk ki. De persze azért össze, tehát hogy így a Páholy Lakás Színház szellemével, meg ugye a mi elképzeléseinkkel is egy nagyon, nagyon klassz műsor struktúra alakult ki, de ugyanúgy akkor a rendezők is szoktak minket keresni, vagy már színészek, színházak, hogy hallottak róla, és akkor ők is szeretnének így jönni hozzánk, úgyhogy ez egy ilyen nagyon klassz dolog. Azért az eléggé jellemző rátok szerintem, hogy nagyon sok a húzó név, tehát hogy azért az országosan is ismert színészeknek a vendégszereplései nálatok, ez mennyire tudatos? Hú, hát ez így valahogy magától jött. Magától? Igen, mert hogy a legelső ilyen úgymond húzónév a Hegedűs D. Géza volt, de ő tanárunk volt a színművészetén, és ugye Géza mondta, hogy van neki a Pestis című darabja, nálunk akkor még csak így alakult ki, és akkor mondtuk, hogy Géza, hát nálunk meg van tér, és akkor eljönnél, és akkor mondta, hogy persze, tehát így valahogy kialakult. Utána egy barátunk, Gelányi Imre Dugó, aki ugye a Hajdúszabi darabjában, az Ernelek Farkaségban játszik, és közösen voltunk a színművészetén, tehát ő akkor mondtuk, hogy úristen Dugó, hát Debrecennek vagytok, meg játszol meg egy remek darab, gyertek el, és akkor eljöttek. Tehát, hogy valahogy így jött magától, és akkor így ajánlották egymásnak. Tehát a legszebb történet, amikor így ráocsúttam arra, hogy ez már ilyen tényleg elment országos hírűvé, hogy felhívtam a Tenki Rékát, mert ez egy asszony lesz október 1-én,
És mondtam a Rékának, hogy szia, Vég Veronika vagyok. És akkor mondta, hogy jaj, tudom, hogy ki vagy, hát a Judit meg a Pali olyan szépeket mesélt róla. És akkor így gondolkoztam, hogy ki ez a Judit meg a Pali, és rájöttem, hogy... Miközben Réka, hál' Istennek, Debrecent egyébként is nagyon szereti. De hogy Pogány Judit és Mácsai Pál. Is. És akkor ők azok, akik meséltek rólam, úgyhogy azt mondtam, hogy hát akkor már így, és mondta, hogy nagyon szívesen, természetesen jön. Teljesség igénye nélkül akkor a következő évadban kik lesznek azok az ismertebb művészek, akik megfordulnak nálatok, illetve hát, egyáltalán konkrét darabokat, vagy én, ha tehát én odáig mondani. Vagyok, mert hogy Mucsi. Tehát nekem ugye Serrel Péter mellett, Serrel Péter nekünk nagy szerelem, így egyből egymásra hangolódtunk, és úgy ment el a Péter, hogy mondta, hogy gyerekek, ez, amit itt csináltok, az Európa szintű. Tehát, hogy így maga az egész millió, meg ez az egész felfogás, mert ugye nálunk például a Péter nagyon szereti a csokoládét, és a nézők meg annyira nyitottak, és most például arra készülünk, hogy amikor jön, minden néző hoz ajándékba egy táblacsokit. Tehát, hogy így próbáljuk az egészet, mert a nézők feltehetnek az előadás után kérdéseket, na mindegy, amúgy a másik nagy szerelmem, tehát én nagyon... Én odáig vagyok színészekért, és nagyon-nagy öröm, hogy őt is vendégül láthatom, ugye Serrel Péterrel együtt. Akkor gyorsan mondok még neveket, mert ugye tudni, nagyon gyorsan, igen, mert ugye Szabó van még Győző, miről beszélni. Stól András, Hernádi Judit, Csákányi Eszter, akkor várjál. De igen, Lázár Kati most kritikusi díjat kapott. Hú, tehát sokan. Tehát sokan. Nem is, egyébként most már össze fogom számolni, hogy körülbelül hány színész fordul meg idén így a Pogány Judit megint. De a másik szíved csücskéről is mindenképpen beszéljünk, ugye a Zeneteátrumról. Hát 18 már éves ugye lett, 18 éves nagykorúvá vált. Itt mire fogtok készülni? Hát úgy gondoltuk, hogy most már lépünk egyet. Tehát ugye a Lovardába kezdtük 18 éve az István a királlyal, és akkor most, hogy nagykorúvá vált, akkor mi is egy ilyen nagyobb helyet választunk, és hát egy a Főnix csarnok. Tehát hogy december 20-ára már ki is van írva a premier, a karácsonyi éneket fogjuk bemutatni zeneteátrumosan, tehát, hogy látvány, show, de viszont tartalom, mélység, 100 gyerek a színpadon. Akkor ennek talán jó előpróbája lehet, megmérettetése lehet a Júdi, aminek ugye a megszervezésére, koreográfiállására titeket kértetek fel, hát ez gondolom igen, nem kis feladat egyetem. Lesz majd. Igen, a színpadi koordinációjára kért fel minket, és ugye ott is benne vagyunk ugye az agyalásban, a szervezésben folyamatosan, mert hogy megújul. Tehát, hogy egy teljesen más Judé lesz most, mint az előző két év, mert nem ez akkor, hanem frontális színpad, nézőtér lesz, 50 méter széles a színpad kifutóval, tehát valami hihetetlen gigantikus rendezvény lesz, 25 ezer nézőt várunk, be lehet most menni majd tehát ugye az arénába, egy hatalmas nagy házi buli, saját videóklipje készült az egyetemnek, ezt ugye meg lehet nézni a Animal Cannibals írta meg a Judy a te napod. Péntek az én napom című dalukat dolgozták. És most már így, tehát hogy szerintem egész ország erről fog beszélni, hogy a Debreceni Egyetem mennyi energia és erő, tehát annyira debreceni, ezt imádom benne, hogy így, hogy ez a kampuszfesztiválos feeling is benne van. Tehát ez az energiaerő, ez ide is áttér, és átveszik a fiatalok, és amit visszatérsz, tehát, hogy igen, annyira nem félünk a Főnix csarnoktól most már, mert hogy a stadion után a Főnix csarnok olyan kis kellemes méretű lesz. Ez nagy szerencsének éljük meg, mert ugye belelátunk egy ilyen nagy szabású rendezvénybe. Akkor lesz mire nézni nektek, Veronika. Itt az év hátra lévő részében sok-sok türelmet és kitartást és jó munkát kívánok nektek. Köszönjük mindenhez. Szépen. Köszönjük, hogy itt voltál nálunk. Csipkék, gyöngyök és szebbnél szebb anyagok. Varga Csaba Szabó, aki személyre szabott, nem is ruhákat, hanem inkább alkotásokat készít. Stábunk látványvarrodájában járt, kollégáinkat szakmai titkokba is beavatta. Ezen az ajtón belépve egy igazi mesebeli világ tárul elénk. Varga Csaba látványvarrodájában minden hölgy igazi hercegnőnek érezheti magát. Az első modellek évekkel ezelőtt Barbie babák voltak, de hamar felfigyeltek tehetségére. 2008-ban jött egy nagy pillanat, amikor volt egy falunap, ahol születtem, és felkértek, hogy csinálják egy divatbemutatót. Na és ott már kb. 23 modellel indítottunk, és onnantól kezdve megállás nélkül. Nagyon sok minden inspirálja. Van, hogy meglát valamit a környezetében,
utazás közben egy dal, vagy épp, ahogy fogalmaz, egy belső hang. De általában a különleges ruhára vágyók hamar múzsájává válnak. De fontos számára, hogy mindenki azt kapja, amiről eddig csak álmodott. Egy tervezés onnan indul, hogy amikor már kiválasztottuk konkrétan az anyagot, hogy miből is szeretné a megrendelő, onnastól kezdve én már tudom, hogy annak milyen a hullása. Viszont még előtte ki kell választani ugyebár a fazont, mert az sem mindegy, az is alakhoz van kötve. Tehát amikor például bejön hozzám egy XS-es méretű lány, nem biztos, hogy ajánlott neki, hogy teljesen testhez álló ruhát kapjon, mivel hogyha csípőben sincs annyira elengedve, én onnastól kezdve már egy álvonalú fazont ajánlok. A ruhák nagy része kézzel készül. A tervezéstől a kivitelezésig mindent Varga Csaba alkot. Finom mozdulatai is tükrözik az elkészült alkotások lágyságát, szépségét. Bármilyen anyagból képes csodát varázsolni. Úgy variálom a ruhán a csipkeberakásokat, ahogy azt más nem. Tehát ezt a technikát én nem tanultam, hanem autodidakta módon elkezdtem csinálni, és hát hál' Istennek olyan jó impulzus kaptam vissza, ami alapján folytattam, és ezt folyamatosan lehet frissíteni. Tehát nincs két egyforma ruha soha. Lehet az konfekció méret, de akkor se lesz ugyanolyan semmi. Van, hogy egy vendég konkrét elképzeléssel érkezik Csabához. Ő ezt a tervezés során mindig figyelembe veszi, de azt vallja, hogy attól lesz egyedi egy ruha, hogy beleviszi a saját stílusát. Van, aki teljesen rábízza magát. Most először piézni fogok. Az tulajdonképp hajtás, és nagyon sűrűn, vagy tehát az is az egyediség része, hogy a ruha maga mennyit bír el belőle, vagy akár a magán a megrendelőn is mennyit mutat, mert ha valaki dúsabb mellő, akkor annyira nem szoktunk piézni, mert ott már inkább elnyomasztunk, mint hogy még többet oda tegyünk bármiből is. Viszont, hogyha valaki például kevesebb mellbőséggel rendelkezik, akkor neki előnyösebb, hogyha rakás, piézés, tehát dúsítjuk vele a mellrészt akár. Sokszor még ezen felül pluszban is kerül feldíszítés, gyöngyök, kristályok. Millimétereken múlik, hogy tökéletes-e a ruha. Sokszor csipkeberakások is kerülnek az alkotásokra. Ezeket nagy odafigyeléssel helyezi fel, nagyon aprólékosan kidolgozva. 10 éve vágott bele, hogy megvalósítsa álmait. Azóta minden percét élvezi, és a mai napig csillogó szemmel mesél hivatásáról. Egy felhőtlen érzés az, hogy a menyasszony, amikor a tükörbe látja magát, elmosolyodik, akár egy könyv kicsordul, és várja azt, hogy én megöleljem. Mert hálás azért a munkáért, amit én beleteszek. Ezt nagyon kevés munka képes visszaadni szerintem. Amikor a jövőbeni terveiről kérdeztük, kiderült, még sok hölgynek tervez mosolyt csalni az arcára ruháival Debrecenben. Nem tervezem azt, hogy külföldön akár csak terjeszkedni, nem. A Csabatino itt marad, ez egy magyar dolog, hiába a név olasz, de én itt vetettem meg a gyökereimet, és itt szeretnék maradni. Gránit, homokkő vagy éppen márvány. Egy kis kreativitással a legkülönfélébb dekorációkat el lehet belőlük készíteni. A szivárvány minden színe fellelhető ma már a különböző természetes kövekben. Egy kitűnő kőfaragónak pedig csak a fantázia szabhat határt. Cseke Gyula kőfaragó mester azt mondja, azért szereti a követ, mert 100 arca van. Örökre kőbe vésik a szépség, a szerelem és az élet szimbólumát. Már csak az apró részletek készülnek, amik nagy koncentrációt és precizitást igényelnek. Józsa Sándor grafikus művész. Így nem meglepő, hogy nagyon sok rózsát rajzolt, festett vagy éppen faragott. De ezzel a felülettel nem túl régóta ismerkedik. Én rengetegféle anyaggal dolgoztam már, és az egyik kedvencem pont a kő, valahogy kimaradt ezért is. Álltam be Gyula mester mellé tanoncnak, hogy végre most már a követ is kipróbáljam. A kő sokkal keményebb és ridegebb anyag, mint a papír, a fa vagy éppen az agyag. Ezért meg kell szokniuk az alkotóknak, hogy máshogy viselkedik faragásnál, karcolásnál és gravírozásnál is. Ugyanakkor keménysége ellenére meg lehet vele birkózni. Lehet, hogy fizikailag megterhelőnek tűnik másnak, de nekem abszolút nem. Tehát, amikor elkezdtem például domborművet farigcsálni, 11:30-kor ránéztem az órára, utána
legközelebb, mondom, inni kéne egy korty vizet. Ránéztem fél három, hová tűnt 3 óra? Sehova, benne van a kőben. A mester Cseke Gyula is megszámlálhatatlan órát hagyott már a kövekben. Több évtizede foglalkozik kőfaragással. Azt mondja, azért szereti, mert lehetőséget ad számára a kibontakozásra. Kreativitását maximálisan ki tudja élni a kövek között. A mester igyekszik elzárkózni a tömeggyártástól. Próbál mindig valami egyedit alkotni. Így született meg ez a speciális mécses is. A kőlap egyedi formájára van kialakítva, kézzel faragott, kézzel gömbölyített, és ez a kanóc, ez a mobilizáló kanóc kis persely kivehető ebből a gömbölyített kőlapból, és amint itt jól látszik, hogy a kőlap alá van rögzítve egy üveg tégely, amivel körülbelül 1,5-2 deciliter lámpaolaj belefér, és gyakorlatilag ezt föl lehet önteni, és vihar biztos. Esztétikus és praktikus kiegészítő lehet egy kertben vagy egy kandalló párkányon. Ha meggyújtjuk, nagyobb szélvihar esetén sem alszik el könnyedén a láng, mert az alkohol ég benne. De készített már olyan formát is, ami a laikus szem számára inkább tűnik gyurmának, mint kőnek. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez valamiféle lisztből és vízből van gyúrva, de nem, ez természetes kő, és ez olyan mértékben tökéletes és olyan mértékben szabályos, hogyha meggurítjuk, akkor is látszik, hogy zökkenőmentesen gördül. Ezt a márványgolyót nagyon sok munkaóra elkészíteni. A befektetett idő pedig megtérül, ugyanis olyan egyedi alkotások születnek, amelyek időtlenek. Ráadásul a kőfaragás rendkívül szerteágazó mesterség, mivel a követ nagyon sokféleképpen meg lehet munkálni. A betűvés is ráadásul ma már kuriózumnak számít. Ma egy ügyeskező betűvésnök bármennyi pénzt kereshet és bármennyit dolgozhat, mert nem nagyon vannak már olyanok, akik klasszikusan a kézi betűvéséssel foglalkoznának. De nem csak a betűvésőkből van kevés ma Magyarországon. Egyre kevesebben választják a kőfaragó szakmát, annak ellenére, hogy kereslet bőven lenne rá. A lakberendezést egyre inkább a természet inspirálja, így sokan csempésznek be otthonukba különböző köveket beltéri és kültéri dekorációként egyaránt. A márványt például gyakorlatilag lakókörnyezetünk bármely pontjába beilleszthetjük a szalonna sütőtől kezdve az ablakpárkányon át, sőt még névjegykártyáinknak is megágyazhatunk vele. A tárgyaknak csak a fantázia szabhat határt, mert az ügyes mester bármit képes elkészíteni. Cseke Gyula ezért nagyon fontosnak tartja a tudását továbbadni. Én a következő bátran kijelentem, hogy 8-10 évenben szeretnék ezzel foglalkozni, nem csak magával a kőfaragással, mint vállalkozó, hanem az oktatással, a mentorálással is. Aki kedvet kapott a kőfaragáshoz, az jelentkezhet a Debreceni Szakképzési Centrum képzésére, ahol Cseke Gyulától tanulhatja meg a mesterség fogásait. A mesternek az a célja, hogy az alkotás és az alkotó egyé váljanak. Ha több órányi munka után feltesszük a kérdést, hová szaladt az idő, azt tudjuk válaszolni, sehová. Benne van a kőben. Kulturális magazin műsorunkat látták, egy hét múlva várom Önöket ismét viszontlátásra!